Sziasztok! Üdvözlök mindenki szeretettel a Nyereg alatt pizza filmes blogon. Mai filmem egy kevésbé ismert alkotás, melynek kevés ismertsége sajnos abból fakad, hogy nem mutatták be Magyarországon. Kecsent Rámon non colla revolucione. Avagy nem hivatalos fordításban. Mit keresek én egy forradalom közepén? Az évszám 1972. Sergio Corbucci munkássága talán az egyik leglátványosabb volt a spagetti western történetében, azonban a 70-es évek beköszönte, megakasztotta a zsáner további virágzását. A direktor úr a Companieroszt követően már nem igazán tudta megismételni korábbi spagetti western sikereit, pedig bővelkedett ötletekben. A direktor úr Zapata western trilógiájának befejező darabját 1972. decemberében mutatták be Olaszországban. Érdekesség, hogy ezt a filmet az olasz western egyik legstabilabb nézőbázisával rendelkező országában, Németországban nem mutatták be moziban, csak nagyon későn 1994-ben tévés sugárzásban sikerült közvetíteni. Ez azért is beszédes tényező a műfaj akkori helyzetével kapcsolatban. A történetet ismét Corbucci szállította, a forgatókönyvbe pedig a gyakran visszatérő jobb keze Sabatino Ciuffini segített be. A két főszereplő színész, Vittorio Gassman és Paolo Villaggio számos komikus alkotásban szerepeltek korábban, és ezúttal western környezetben produkálták egymást. Érdekesség, hogy filmbeli karaktereik is olaszok, így ezt a Zapata western kimondottan olasz ízvilágúra sikerült. Plusz itt eltérés a trilógia előző két darabjától, hogy mindkét karakter civil és kényszerű véletlenek során csöppenünk a forradalom eseményei közé. A történet jóhéjban két civil a forradalom eseményei közt találja magát, és megpróbálják kivarikedni magukat a slamasztikából. Pozitívumok. A film hozza az akciók terén a Corbuccitól megszokott színvonalat, a képi világ és a zene, Morricone dallamai nagyon rendben vannak. Vizualitásban sok rokonságot mutat a Companierosszal, azonban humorfaktorát tekintve nem sikerül hozzá felzárkóznia. A film amúgy szórakoztató, de főképp a helyzet komikum teszi viccessé. Például nagyon tetszett a jelenet, amikor a repülőgépen menekülnek, illetve a direktor úr megtartotta a cselekmény felvezetésnek az elődnél is használt belső narrációt. Illetve a megszokott meghökkentő jelenet sem maradt el, például a levágott kezekkel teli kosár. Ami viszont negatív volt számomra, és a film fő problémája számomra a szereposztás volt. Vittorio Gassman és Paolo Villaggio egyaránt nagyon jó teljesítményt nyújtanak, de annyira nem állnak a helyükön egy westernben. Karaktereik meglehetősen összeférhetetlenek, Gassman egy hangoskodó ripacs színészt, Villaggio pedig egy jámborpapot alakít. Talán a western környezet annyira nem áll jól nekik. Érdekes kijelentés, de tekinthető ez a film a későbbi olasz buddy movie előfutárának is, mivel nagyon sok vicces verekedést és helyzetkomikumot kapunk, de számomra ez a páros ebben a környezetben nem mozgott otthonosan. Sergio Corbucci Zapata trilógiájának egyértelműen ez a leggyengébb darabja. Egy jó szándékú 50%-kal szeretném megajándékozni, és spagetti western fanatikusoknak tudom ajánlani a megtekintést. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Buona giornata a tutti.